Jó napot kívánok, én dr. Kovács József, a Kérkorszabály Egyetem vezetője. Egy kicsit arról szeretnék beszélni, hogy milyen fajta emberek léteznek. Az emberek körülbelül három csoportra oszthatók. Ebből a szemszögből a vallásosak, az ezotérikusak és a materialisták. Ki is az, aki materialista? Hát a materialista az, aki csak a fizikai dolgokban hisz, kaja, pia, szex, minél több pénz, a pénz, a pénz, milyen autón van, milyen lakáson van, stb. A többinek is fontos, de ezeknek ez a legfontosabb, nekik ez az istenük. Semmi bajunk nekünk itt a kirkóban az ilyen emberekkel, őket is tiszteljük, becsüljük, őnekik ebben van a hitük. A másik fajta ember, aki a vallásban hisz, őket is nagyon tiszteljük és becsüljük, hiszen őnekik meg abban van a hitük, valamelyik istenben, mindegy melyikben, nekünk mindegy melyikben, tehát őket is nagyon tiszteljük, becsüljük, hiszen ha betartják a vallások szabályait, akkor ők nagyon rendes és tisztességes emberek. A harmadik kategória az ezotérikusok, akik hihetnek Istenben is, lehetnek materialisták is egy kicsit, de leginkább ezotérikusoknak kell lenniük, tehát az ezotériát kell segítségül hívniuk a világ mindennapi dolgaiban. Például abban, hogy több energiám legyen, vagy jobban megértsem azt, hogy mások mit mondanak, vagy miről szól az életem, miről nem szól, miről szól mások élete, miről nem szól. Tehát ebből a szempontból, de csak ebből, körülbelül ez a három embertípus létezik. Persze van rengeteg más szempont, vannak más embertípusok is. Köszönöm szépen, hogy megnéztek, kérem lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra, viszontlátásra!